Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket, a sportmédia minden rajongójának kellemes délután kérlek. Egy vadonatúj helyszínünk, a patinás BKV előre sporttele, ahol a BKV előre a Győr Ménfőcsónak csapatát fogadja. Te sajnálatosan egy gyászszünettel kezdünk, mert az edző Menceles Iván a BKV edzőjének volt felesége, 55 éves korában elhunyt. Úgyhogy ezért a mérkőzés egy perces néma gyászszünettel kezdődik majd. Nézzük akkor tehát a kezdő 11-eket. A vendégek világos kék-fehérben. Ficsor Dávid 1-essel a kapuban, 4-es Vince Ádám, 7-es Bella Ervin, 9-es Füleki Norbert, 11-es Serfőző Bence középen, 6-os Veres Milán, 12-es Kelemen Márka csapat kapitánya, 14-es Andros André, 15-ös Szalai Csaba, 17-essel Édi Dominik és 20-assal a sok klubot megjárt Portugáliába is megforduló Vájer Gábor, Gelencsér Csonka és Sánt András üldögélnek Kári Horváth Péter kispadján, Tuci Márton 1-essel a hazaiak a kéksárgák kapujában, hagyományos kéksárga mezőben a BKV előre, 6-ossal Pokony Ajton, 9-essel Wagner Richard, 13-assal Szabó Bátor, 9-essel Ferko Ádám a csapat kapitánya, 10-es Csanálosi Patrik, 12-es Kis Dávid, 18-as Stefán Tivadar, 19-essel Szegő Imre és 21-essel Szabó Marcell, tőle várhatják a gólokat. 8-assal Ferko Ádám, mint mondta a csapat kapitány, oda hívja most az övéit egy kis fogadkozásra. Éliás Kapus, Dinka Kristóf, Balogh Máté, Balogh Bence, Miknyócki Balázs, Ihos Ádám és Németh Roland Sándor üldögélnek Menceles Iván kispadján. A játékvezető Újhelyi Tamás, a két asszisztens pedig Balla Levente és a csinos Nagy Petra. Meg volt az előre fogadkozás, és mellettem itt a pár száz előre néző, és alattunk is nagy tapra tört ki. Jó pár szágan kijöttek, pedig 37 fok, ugyanakkor bármikor lecsapható vihar, ezt ígérte a meteorológia. Rettenetesen meleg van, úgyhogy iszonyatos nagy iramot azért ne várjanak a gárdáktól. Mielőtt elkezdjük, ugye szokás szerint beszéljünk egy kicsit majd a csapatokról. És miután egyik csapatot sem közvetítettük még, kezdjük az első támadásnál rögtön a BKV előrével. Várjuk meg még ezt a támadást, bedobást. Tehát 1912-ben alakultak csak úgy, mint az NBA-ben most feljutott Budafok. Bordeaux-Fehér mezben Budapesti Közúti Vaspályatársaság. 1923-ban Beszkárt lett a nevük, Budapest Székes Főváros Közlekedési Részvénytársaság, kék-sárga mez. A 30-es években nemzetközi sikereket arattak a közlekedési vállalatok és közlekedési cégek különböző kupáin, hazai és nemzetközi mezőnyben. 30-31 a magyar kupában kiverték az Újpestet, a Vasast és a Szegedet is. 43-44-ben a hadi bajnokságban feljutottak akkor az NB1-be, de a hadi bajnokság félbeszakadt. 45 után viszont csak a BLS-be folytathatták. 48-49-ben az NB1-be jutottak, kiestek, de 51-52-53-ban az NB2 élcsapatai közé tartoztak. Majd megalakult egy fúzió után a törekvés esével szemben, megalakult a BKV előre SC, miközben egy BKV előre lövés, amely azonban fölé száll, aki kihagyta a bombát, nem más, mint Pokó Ajtony. Tehát megalakult a BKV előre SC, és 1966-ig az NB2-be vidézkedtek, 69-ben az új NB1B-nek is tagjai voltak, 71-ben kiestek, 74-ben már az NB3-ba találjuk őket, azonban 89-90-ben újra bajnokok és újra NB2, sőt osztályozót játszottak az NB1-ért is, a Diós Győr azonban legyőzte őket. 2000-ben Magyar Kupa elődöntőt játszottak már Dajka László vezérletére, 2005-ben pedig a Bodajka Győr és az MTK kiverése után a Kupa elődöntőjében a Fradi verte ki őket, jelenleg az NB3-ban a 14. helyen állnak, 5 ponttal, mögöttük 15. a Ménfőcsanak. A második félidő elején majd beszélek a Ménfőcsanak történetéről is, tehát egy olyan gárdáról van szó a BKV előrénél, ahol ugye nem csak futball, több szakosztály is működik, és mondom, 1912, tehát 108 éves klub, amely többször is megfordult az NB1. Egyben. Ismét egy jó indítás, és nincs szó lesről, be lehet vinni az ötösig. Óriási helyzet, középregulítás és egy bravúros mentés a Ménfőcsanakek részéről. Kelemen Márk a 6. percben egy előre helyzet és egy előre szöglet. Visszagulítás lesz és kapáslövés, és óriási gól! Visszagulítás, kapáslövés és óriási gól a 7. percben, kérem szépen. 1-0 arányban vezet az előre. Ez igen.
Nagyon szép tudatos megoldás volt. Menceles Ivánhoz mennek ki, üdvözlik a fiúk. A mestert Stefán Tivadar Dávid volt az, aki nagyon eltalálta ezt a labdát. 1-0, idézzük csak, jött a szöglet, mindenki beívelése vár. Nem is bocsánat, elrontottam, mert nem Stefán, nem a 18-as, a 19-es Szegő Imre szerezte a gólt. Megint a jobb oldal, mely aktív. Egy ívelés, elmegy a fejek fölött, ott a lehetőség, Szabó Marcell, Szabó keresztbe lövi, és ez is kijön. Helyzet a 10. percben bizony. Ez nem rossz elképzelés, ez a kiugratás. Egy mérfősen a kiláb odaért, pontosan Szalai Csaba. Lába. Egy lövés, óriási gól! Óriási gól, nem tud felszabadítani a csanak. Ott van Wagner Richard József, és elemi erővel kilövi a léc alatt a pókhálókat. Ha volt pók a kapuban, ha nem takarították le, akkor a 18. percben valahány kipusztult, 2-0 arányban vezet az előre, egy óriási Wagner Richard bomba góllal. Idézzük csak fel, elveszti a labdát hátul a Vénfőcsanak. Elveszti a labdát, és ismét mennek Menceles Ivánhoz, hiszen akinek elhunyt volt felesége, és most gyászsal kezdte a mérkőzést, és gyászban van. Ez egy kicsit gyógyír a sebekre. Elrontottam én főcsönök a védekezést. Egy rossz felszabadítás, és Wagner nem teketóriázik. Ott van 17 méterre a kaputól, egyből átlövi a kék-fehér falat, és a meglepett kapus fölött, Ficsó Dávid fölött, elemi elővel vágódik, bombálja a léc alá, és vissza is kapja Szabó, aki gyorsjátékos, faképpen hagyja ellenfelét. Szabó a 16-oson belül, Szabó visszagurít, ott lehet lőni, ott a lövés, centiméterekkel sügöltött mellé. Nagyon szép támadás végén az első gólszerzője, Szegő Imre, ismét egy gyönyörű akció végén kis híján bevette a kaput. Cuci egy személyes sorfalat kér, vagyis nem kér semmit, azzal most két személyesé duzzadt az a sorfal, nézzük Weyert. Rálövi, ezt Cucinak csemege. Ez egy jó indítás, bizony egy helyzet és egy lövés mellé. Szép labdaszerzés után megindulhat Szabó. Jól teszi ki a szélre, de milyen jó. Szabó Bátor ott van középen, Csanálosi és Wagner. Szabó Bátor visszagurít, ott egy távoli lövés, ez mellé megy. Nem volt rossz elképzelés. Következik tehát a második félidő a BKV előre Mainfőcsanak mérkőzésen, a hazaiak 2-0-ra vezetnek, és ígéretem ezt híven a második félidő elején akkor a vendégcsapatról néhány szót. 1923-ban alakultak Törekvés SC néven, és a helyi Győri Mávdac kék-fehér színeit vették fel. Több változtatás után Mainfőcsanaki Ese és zöld-fehér lett a színük. 51 és 76 között a járási bajnokságban vitézkedtek. 76-ban feljutottak a megye 2-be és bajnoki címet szereztek. 84-ben a Szabadföld Kupa döntőt játszották. A Göd ellen tudják, azok az amatőr csapatok játsszák, amik legmesszebb jutottak a Magyar Kupában. 1995-ben megyei elsők lettek, tehát megyei bajnokok, és az NB3-ba szerepeltek 3 évig, onnan kihullottak. Majd megsálltak a megye 2-ig, onnan visszajutottak 2006-ban a megye 1-be, és 2018-ban a megye 1-es bajnoki címet követően feljutást nyertek az NB3-ba, és ott játszanak. Tehát még egyszer mondom, közel sem olyan veretes a történetük, mint a BKV előréje, de a bajnokságban egyelőre egy ponttal mögöttük álltak. Hát ez most 4 pontra is nőhet. Egy összecsúszás, amely még rosszabbul is elsülhet. Egy ívelés, ott a fejes, ohó, hatalmas helyzet maradt ki a 48. percben. Egy kicsit még sántikál, és nagyon megrovóan nézett a játékvezetőre. Egy ívelés, egész más Mainfőcsanakot láttuk, kijöldi gólhelyzet, gerencsérlövése, gól! Gólhelyzet és gerencsérlövése, gól, mondtam, az 50. percben egy egészen más BKV előre jött ki, és egy egészen más Mainfőcsanak, és gerencsérlövése, megpattanó lövése. A hálóba jut, Gelencsér góljával, tehát 2-1, szépített a Mainfőcsanak. Erre szokták mondani az első fél időben agyonnyert mérkőzés, hiszen a BKV góljai mellett még 3-4 BKV helyzet. A másik fél idő Mainfőcsanaki helyzettel kezdődik, majd egy beívelés után Gelencsér lefordul, és bár hozzáér egy védőlába, a labda bevánszorog Cuci kapujába. 2-1 az 51. percben.
megint egy csanaki akció. Ott a lehetőség, bizony. Visszagurítás, gólhelyzet, és kiegyenlít a Ménfő csanak. Kérem szépen, Weyer góljával 2 perc alatt kiegyenlít a Ménfő csanak. Egy nagyon szép támadás, középre gurított labda, Weyer fordulásból belövi hálóba a labdát. 2-0 után 2-2, kalte dusche, hideg zuhany, ezt szokták mondani. Hát kérem szépen, most itt a budapesti forróságban 2 perc alatt kiegyenlített a Ménfő csanak, kérem szépen. Lehet, hogy az első fél időben a nagyobb iramot diktáló BKV ki is fulladt meglehetősen, és a csak védekező és eléggé csapkodóan játszó csanak a második fél időben mozgosítva erőtartalékait feljött, és ez nem lehetem. Biztos egy távoli lövés! És szöglet, mert Cucinak kell védeni. A 60. percben csanaki szöglet és lövés után helyzet. Nem csak kirugás, de egy újabb csanak helyzet, kérem szépen. Azt mondja itt a BKV szurkolók egy csoportja, gyerekek, megy a meccs, nincs vége. Hát való igaz, hogy másik fél időben már fordíthatott volna a csanak. Szegő indul meg. Szerelik, de kitolja oldalra, nem lett gólhelyzet, óriási helyzet, és gól! Egy remek kiugratás után, Szegő kiugratása után a csereként beállt Balogh Bence, külsővel gyönyörűen nyersi el a kapus mellett. 60. perc, BKV előre 3, Ménfő csana 2, góllövő a csereként beállt Balogh Bence. Kérem szépen, milyen a futball? Helyzeteket dolgoz ki a Ménfő csanak, kiegyenlít, és támadásra marad. Kiadnak egy nagy helyzetet, majd a túloldalon egy remek meglátás Szegőtől. Balogh kilép, és olyan elegánsan elkülsőzi a labdát, hogy az tanári gól az NB1-ben, az NB1-ben, NB2-ben, akármilyen osztályt kitalálunk, ez a Eurosporton is megérdemelt díjat aratna. Mert bizony nagyon okos gól volt, és 3-2-re vezetett elő. Nézzük, lesz-e nagy bedobás, ez már szinte privilégium, hogy minden játékosnak, vagy minden csapatnak kell egy-két olyan játékos, ez nem nagy bedobás, viszont pontos. Annál rosszabb a leadott labda, ez meg szabadrugás. Ebből sárga lap lesz, bizony-bizony, aki kapta, Hokóhajtony Gergely. Piros lap, a második sárga lapja után, ez bizony. Úgy kellett, mint üveges tótnak a hanyattesés, mert a 66. percben kiállítják Pokót, és ezzel 10 főre fonyatkozik a BKV. A hosszúindítás viszont tökéletes Wagnernak. Wagner egy az egyben megoldja. Wagner rávezeti az ellenfél, ellövi! És szép lövését szépen védi Ficsor a 71. percben. Szűk 20 perc, ami hátra van. Gelencsér. Jó emelés, helyzet, gól, jó emelés, helyzet, gól, középre tett labda, és az érkező, ha jól látom, 6-ös számmal küzdő Veres Milán bebelsőzi az álmélkodó BKV védők mellett a Ménfő csanak egyenlítő gólját a 72. percben. Szabó, jó csel, a második is Szabó, nagy szóló, nagy lövés, szöglet. Nagyon szép megoldás a 76. percben. Ez egy jó pörgetés volt, Weyer, jó csel, ellövi, védés, ott a lehetőség, és ott a gól, nincs les, kiüti a labdát, Cuci. És az érkező játékosok közül valaki besodorja. Talán a 6-os az nem más, mint Veres Milán. Akkor újra Veres a 79. percben, tehát 3-4. Újra Veres a gólszerző. Hát ez aztán az igazi idegzugany. Igaz, hogy 10 emberrel el lehet érni még. Na nézzük, idő, mondja a játékvezetőnek a csanaki közönség. Ott az ívelés, kifelé szabadrugás. És ez az utolsó momentum, ez az utolsó lepergett másodperc. És ebben a percben vége. Annyit mondhatok, góldus mérkőzésen. 3 gólt rúgott a BKV előre, mégis vesztett hazai pályán. Úgy, hogy az első fél időben uralta a meccset, és 2-0-ra vezetett. 2-2, 4 perc alatt, aztán
3-2, megint egy gyönyörű gól a BKV-nak, 3-3, és a végén a hideg zuhany, Veres gólya 79. percben 4-3, és miután Pokót kiállították, már kevés esélye volt a BKV előrének. Ellentétes fél idő után győzött a Mainfőcsának, nem érdemtelenül, de egy pontot azon a meccsen azt hiszem azért a BKV előre is megérdemelt volna. Végeredménye, búcsúzom, BKV előre, Mainfőcsának az NB3 nyugati csoportjában 3-4, viszont látásra, viszont hallásra.